12. fejezet A magunk sátorában laktunk tehát, de csáték palotájának a közelében. Az a palota, amint említettem, szemben állott Attila palotájával. Csupán egy lónyomdékokkal fölhányt térség széles lett a két palota között. Csáték palotája! Micsoda érdeklődéssel szemléltem azt az egyemeletes tarkafaházat. A barbár faragó, mintha magamulattára faragcsált volna ki egy madárkalitkát csupa egymást érintő tulipánokból. És közben-közben beleillesztett volna egy-egy kamomillát is. A bejárat előtt két zöldre festett oszlop, de az is csupa levél és virág. Aztán, mintha valakinek megtetszett volna az a kalitka, s azt mondta volna: Csináld meg ezt nekem háznak. A kamomillák legyenek az ablakok. Reggel, amint felöltöztünk, megint az ajándékokkal volt dolgom. Keresdelő Zéta a hattyúnyakú aranykancsót és az alája való tányért, továbbá a három nagy göngyölek sejmet és a majombőrt. Aztán öltözzél ünnepibe. Hincsatógámra rózsavizet. A királynéhoz megyünk. Rika királynéhoz. Mozdult a örömmel. Rika királyné a fő az asszonyok között. Az ő fia Csaba. Ő a feleség, a többi csak luxus, eleven ékszerek. A két úr darabig tanakodott, hogy mind a ketten fölmenjenek-e a királynéhoz, vagy csak Priszkosz. Végre megegyeztek, hogy csak Priszkosz menjen föl. Ő az ékeszólásnak mestere. Kérdezze meg, hogy a színe elé juthat-e a római követ a keze megcsókolására. Hát megindultunk Priszkosszal és Rusztikiosszal. Az aranyajándékot fehér kendőbe burkoltan én vittem óvatosan. A többi ajándékot egy gyermekrapszolga faragott cédrusládában. Mentünk. Az udvarban a főpalota előtt akkor is nyüzsgött a nép, sok acélban, aranytól, ezüstön ragyogó fegyveres ember de egy csoportban sok kedvetlen és durva öltözetű embert és asszonyt láttunk. Azok a féle köznép voltak, ami nő legtöbb van Hunniában. Nyáron kendervászon ruhában járnak, télen állatbőrben, és olyankor fagyas bőrszagot árasztanak maguk körül. A köznép egy tarka oszlop előtt ácsorgott. Az oszlop oldalán magasan egy részből vert repülősas volt látható, egyik kezében pallos, a másikban font. Az oszlop alján egy üres karosszék. Kérdéseinkre eligazítottak bennünket egy szépen faragott kis egyemeletes palota felé, amelynek külön kerítése volt, fehér, szép faragatú, mintha liliomok állanának kerítésül szép egynagyságban. A kaput négy tigrisbőrös ember őrizte. Bejebb a lépcsőn egy ősz, puffat képű rabszolga szundikált a két térdére hajoltan. Az aztán bejelentett bennünket, s néhány perc múlván be is vezetett. Amint beléptünk a terembe, kellemes illat fogadott bennünket. Véltem, hogy ménta és szegfű keverék, de lehet, hogy más volt. A királyné a terem közepén ült alacsony kereveten, s fiatal hölgyek körülötte egyszerre megismertem, noha más ruha volt rajta, díszítetlen, puha vajszínű sejem ruha. A lábán ugyanolyan sarú, szürke haja csiga alakban volt a fejére tekerve, s diónyi aranygomb végű tűvel megtűzve. Szép nő lehetett valamikor. Most már csak fonnyat méltóság, egyenes, mint a karó. A teremben nem volt más bútor, csak a kerevet meg oldalt egy asztalka a falak sötét megyszínű szövettel voltak bevonva. A padlót vastag gyapjú szőnyek borította. A szőnyeg alatt még valami puhaság lehetett, azt hiszem egy másik vastag pokróc, talán kókuszrosból való. A királyné körül valami hat nő ült a szőnyegen, nem szépek, egy nagy álló is köztük, mind a hatan hímeztek. Közöttük emőke is. Hogy az én gazdám miket beszélt, azon a napon nem foglalhattam írásba. Az én szemem emőkén állott. Ő is egyszínű fehér ruhába volt öltözködve, a derekán újnyi vastag fehér sejem kötél, majdnem olyan, mint amilyet az anakoréták viselnek. A lábán sáfrányszínű színű A haja le volt eresztve angyalosan és én ismét láttam azt a bűbájos vonarú szemet, és azt a remekbe metszett ajkacskát. Hímzőráma volt az ő ölében is, két araszos. Piros fonalakat meg aranyszálakat húzkodott bele. Valamennyien egyforma figurákat hímeztek, vérszínű kettős tulipánt. A tulipán szélét aranyjal varták ki. Hogy mink beléptünk, az arcuk ránk fordult. Valamennyien az ajándékot szemlélték, de nem is az ajándékot, csak a díszítményeket az ajándékokon. Különösen megtetszett nekik az a helikántusz cifrázat, amely a kancsót díszítette. Az egyik leány mindjárt vásznat vett elő, és vörös krétával rajzolni próbálta. Emőke odahajolt. Én is kíváncsian lestem a vonalait. Nem a rajz érdekelt, hanem hogy Emőke mit néz rajta. Hát a közepét csak meg tudta rajzolni a leány, de már a szirmokat egyenként rajzolta. Az egyik félkör elnagyobbodott. A leányok nevettek, a királyné is oda nézett és elmosolyodott. Szép lenne pedig. A közepét gesztenye színre, a leveleit kén színű sárgára. De az első a rajz. Kirajzolja le? Lánk futott át rajtam. Ha megengedi felséged, hebegte. Priszkosz megdöbbenve nézett rám erre az illetlen megszólalásra, de a nők nem botránkoztak meg rajtam. A következő percben már a kezemben volt egy üres hímzővászon és a vörös kréta. Letérdeltem a szőnyegre is, reszkető kézzel pontoztam ki két kört. De a reszketésem csak hamar elmúlt az a gondolat, hogy emőke néz, és hogy én neki a tudásomból mutathatok valamit, csak hamar előtűnt a napraforgó alakú virág, és a nők tapsoltak. Mi ügyes vagy, fiú? Dicsért a királyné. És Priszkosznak is tolmácsoltatta. Irigylem tőled ezt a rabszolgát! A vér ismét elfűtötte az arcomat. Az uramra néztem, Vártam tőle, hogy megigazítja a királynét, nem rabszolga asszonyom, szabad ember. Az uram azonban mást mondott. Boldog volnék, ha felségednek ajándékozhatnám, de ő kicsi korától fogva mellettem nőtt fel, inkább fiam, mint rabom. Ha azonban parancsolja felséget, hogy rajzoljon, méltóztassik rendelkezni vele, míg itt tartózkodunk felséged országában. Hát mást is tudsz rajzolni? Nézett rám meleg szemmel a királyné. Ezerfélét felséges asszonyom, feleltem szintén szédülve az örömtől. Láttam, hogy emőke csodálkozva néz rám, s életemben először éreztem, hogy nem cserélnék sok gazdag emberrel. Hát jó, mondta a királyné. Egy órára megfosztom az uradat a szolgálatottól. Priszkosz meghajolt és távozott Rusztikiosszal. Én ott maradtam térdemen a nők között. Soha sem rajzoltam asszonyi munkákat, csak betűt a császári könyvtárban, meg otthon is. Mikor a mi íróink könyvet másolnak, az első betű mindig kép, többnyire virág. Az író megrajzolja először ónnal, azután kifesti festékkel a képzelődése szerint. Micsoda semmiségek a hun rajzok azokhoz képest, amiket én tudok. Megengedi felséget, hogy egy hajnalkát rajzoljak? Mindent, amit tudsz. Hát rajzoltam nekik egy félkörbe hajló hajnalkát, mint mikor a hajnalka fűszára fut fel, s a fűszál meghajlik a terhe alatt. Rajzoltam rá négy virágot. Kettőt teljesen nyílt kejhűt, kettőt most csavarodó bimbónak a szív alakú levelek fölfelé elkisebbettek. Tetszett nekik. Gyönyörű, mondták minnyájan. Ilyen szépet is lehet rajzolni? És körül csicserektek dicséretekkel. De a dicséretek közt én csak az emőke egy halk szavát hallottam. Szép. Ez az egy szó úgy muzsikált aznap még éjjel is a lelkemben, mint mély a virág fölött. Felség, mondottam alázatosan. Ezt a virágot lila színű sejemcérnával illene kivarni, a leveleket zöldel. A levelek helyett is virágot íri, szólt a királyné. Csodálkoztam a kívánságán. Később láttam, hogy a hunok a díszítményeken csak a virágot szeretik, és legfőjebb két levelet eresztenek a virág mellé, néha csak egyet, néha egyet se. Hungusztus hát elmásítottam a rajzot. Olyan virágokat is rajzoltam, amelyek vagy oldalt, vagy háttal vannak a nézőnek. A legalsó virágot hervatnak rajzoltam. Ismét elvették, és a királyné köré ülve és térdelve csodálták minnyájan. Csak emőke állott. Egy leánynak a vállára támaszkodott, s előrehajolva nézte a rajzomat akkor, hogy senki se figyelt reám, őt néztem. Faltam a szememmel. Könnyű fehér ruhában volt. A nyakán ne egy szín kis sejemkendő. Arcának őszi barackos bársonyához az a kendő bűbájosan illett. A fülecskéje piros volt, mint a szamóca, az orocskája fehér és egyenes, mint a márványból faragott istenasszonyoké és csak akkor láttam, hogy egy pirinkó kis lencse is van a bal arcán a szeméhez közel. De mennyire illet neki az a kis lencse? Ézsau egy tál adta oda a legszentebb jogát. Micsoda szamár volt! Én azért az egy szem vetettem oda az életemet a halálnak. És én rám azt mondják, okos ember. Emőke rám nézett. Egy percig, mintha vizsgált volna, azután megszólalt. Miért írtál hervatvirágot? A hervatvirág szomorú. Rám sütött a lelke a szeméből, és én alig bírtam válaszolni. Van olyan virág, kisasszonyom, amelyik hervatnak látszik, de harmadszárre áll és reggeli napfény, és akkor a virág ismét megélett. Gondolkodón nézetre ám aztán elmosolyodott. Hát rajzolt élőnek. A királynénak egy kosár cseresznyét hoztak be, markolt belőle, és minden leánynak adott egy marokkal. Én akkor végeztem el a rajzot. Most már elég ez, fiam, szólt jóságosan a királyné, holnap gyere el megint ilyen tájban. Kérd meg a gazdádat, hogy bocsásson el. És megint belemarkolt a kosárba tartsd a tenyeredet! Milyen anyai volt, milyen jóságos! Én azonban abban a percben sem anyásnak, sem jóságosnak nem éreztem. Minek néz engem, hogy egy marok cseresznyével boldogít, s épp emőke előtt? Odaadtam kint a cseresznyét egy gyereknek. De annyi volt ott az ember az udvaron, s olyan nagy csendességben állt, hogy magam is figyelve fordítottam az arcomat arra, amerre a többi. Mi történik itten? Attillát látom, ott ül a rész sasos oszlop alatt. Őre áll fülel, és néz mindenki. A gazdám is ott ágaskodik, a sokaság mögött. Mellette egyfelől rustikios, másfelől szabad görög. A római követek is. Átdolgoztam magamat a népen priszkoszik. Kérdem szabad görögöt, mi történik? Igazlátás van feleli, a király ítélkezik volt abban a képben valami ókori. Ahogy a nép feje ott ül egy paraszti székben. Fenséges nyugalmú még a szakálla is. Előtte két öreg és két ifjú. Azok a panaszosok. Egyik a süvegével gesztikulálva beszél, a földön valami ötven vén ember ül vagy gugol, hátrább meg a kíváncsiskodók állnak. De mind hajadon fővel csupán a király fején van felgyűrt karimájú posztósüveg. Mert az itt a szokás, magyarázta halkan szabad görög, hogy a nép családokra van tagolvas, ha valami baj van, akkor a család feje intézi el az apa vagy az öreg apa. Ha pedig két család különbözik össze, akkor a szomszéd családokból választanak az öregek mellé bíróságot. Ha azok se tudnak ítélni, vagy ha az ítéletük nem tetszik, a pört a király elé viszik. Béke idején csak nem minden délelőtt itt ül neki nem kell tanácsos. Meghallgatja a patvarosokat, egy-két kérdést vet elő, aztán kimondja az igazságot. Ez is nagy pörít. Az egyik fiatal hun valami leányrabot hozott a kazárföldről, itthon meg elcserélte lóért, meg tíz aranyért. Hanem a leányrab másnap reggel meghalt. A hun meg most visszaköveteli a lovát, hogy azt mondja, a leányrab beteg volt. Oda hallatszott hozzánk az öreg család főbeszéde. Hát bezony, nagy uram, a leány olyan színű volt, mint a tészta. Mindjárt mondom a fiamnak, hogy mondok, hallod-e, semmi jót se nézek én ki ebből a rableányból. Bolond voltál, hogy odaadtad érte azt a paripát. Így szittam, kárpáltam, uram, még azt is mondtam neki, hogy követem alássam, -e, mi a fészkes fenének veszelte pénzzel leányt, mikor ingyen is eshetik elég. Elég, mondotta a király. Elcsendesültek. Attila ismét megszólalt. Sólyom, mikor a lovadat, pénzedet odakínáltad a leányért, láttad-e, hogy beteg színű? A legény habozva felelt. Látást láttam, uram, de a halált azt nem láttam benne. Hát ki látta azt? Szóljon az, aki látta a leányban a halált. A sokaság hallgatott. A király szólt ismét. Megvetted a leányt, megvetted a betegségét is. Apró vitéz megtartja a lovát, de tisztességből visszaadja a tíz aranyat, hogy ne legyen hármas a károd. A felek szótlanul elmentek. A földön ülők közül fölkeltek valami hatan. A legöregebb előállt. Köhécselt, egyet törült a bajuszán. Én uram szűcs vagyok, az apám is az volt, az öreg apám is, és ez az ember tigrisbőrt vett tőlem. Úgy meg volt munkálva az a tigrisbőr, az már más ügy volt. Ott hagytuk a törvénykezést. Az udvar kapujában láttuk apró vitézt, meg sólyom vitézt. Apró vitéz ott olvasta sólyomnak a markába az aranyakat, tisztességből.